Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Azt szeretném kérdezni, tudja valaki, hogy milyen nap van ma? Vasárnap van, és még? Igen. Kettős emléknapunk van ma. Egyrészt a Nemzeti Összetartozás napja van. Emlékezünk arra, hogy 103 évvel ezelőtt elszakították Magyarországtól területének a kétharmadát és a lakosságának egy jelentős részét. És hát ha megnézzük, hogy a magyar művészetben, költészetben ez hogyan él tovább, akkor azt látjuk, hogy az istenfélő vonalon úgy élték meg, mint a zsidók a babiloni fogságba vitelt. És ehhez hasonlították. Nyilván össze lehet hasonlítani ezt a tragédiát azzal, és szeretném, hogyha most úgy emlékeznénk meg erről, hogy két testvér imádkozna a nemzetünk ébredéséért, a határon túlélő magyarokért, és különösképp a kárpátaljai magyarokért, akiket a háború is sújt. Hát kérek két testvért, hogy imádkozzunk ezért. Szent Háromság Isten, alázattal állunk meg előtted, és várunk arra, hogy megszólíts bennünket, hogy munkálkodj bennünk, hogy életre keltsen a te szavad, hogy ne halott ismeret legyen, amit hallunk, hanem válhasson az élő hitté bennünk. Kérünk, hogy így áld meg a felolvasott igét, így áld meg annak magyarázatát, hadd tudjunk növekedni benned és a te megismerésedben. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből fogom olvasni. Róma beliekhez írott levél 4. fejezetéből az első 8 verset. Fennevezett helyről így szól hozzánk Isten írott igéje. Mit mondjunk tehát, mit ért el Ábrahám, a mi ősatyánk saját erejéből? Ha ugyanis Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, akkor lenne mivel dicsekednie, de nem Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Aki fáradozik, annak a bért nem jutalomként számítják, hanem azért, mert tartoznak neki azzal. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak Isten a hitét számítja igazságul. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot. Boldogok, akiknek megbocsátattak törvényszegéseik, és akiknek elfedeztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Eddig az írott ige foglaljunk helyet. Még egy igeverset fogok felolvasni, ezt ülve hallgathatjuk. A római levélhez kapcsolódik ez az igevers is Jakab apostolnak a leveléből, a 2. rész 23. verse így szól. Így teljesedett be az az írás, amely azt mondja, hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Nem beszéltem össze Nándival készülés előtt, hogy én is a hitről beszéljek, azonban van apropója ennek. Az imaórán egy kicsit a gyakorlati oldalát hallottuk, én egy kicsit az elméleti részét szeretném kidomborítani. Ugyanis, ahogy mondtam az Isten tisztelet elején, kettős ünnepnap a mai, az egy dolog, hogy Nemzeti Összetartozás napja van, de Szent Háromság vasárnapja is van, ami a pünkösd utáni vasárnap, és az Óegyházban kifejezetten a Szent Háromság tanának a misztériumára emlékeztek ezen a napon. Meg lehetne kérdezni, hogy minek ezt ragozni. Megtanultuk, tudjuk, és akkor miért kell ilyen száraz elméleti tanításokról beszélni? Az egyik oka az, hogy hallom a gyermekeimet, amikor beszélgetnek egymás között, hogy a hittanórán, bibliakörön hallják ezt a Szent Háromságot, és nem áll össze nekik. Most akkor három az Isten, vagy egy, és akkor bodza jön, hogy hallotta az óvodában, hogy hát ez olyan, mint a fa. Van gyökere, törzse, meg lombkoronája. És akkor így el tudják képzelni, hogy mit jelent a Szent Háromság. A másik oka az, hogy az elmúlt időszakban elég sok olyan tévtanítással találkoztam,
amiről azt gondoltam, hogy a múlt ködébe vesztek. Vagy mert ugye régi korok jó szokása szerint megégették a képviselőiket, vagy mert túllépett rajtuk az egyház történelem, és nem kell már ezzel foglalkozni. Viszont arról beszél az Úr Jézus, hogy az utolsó időkben be fog következni az aposztázia, a hittől való elszakadás, és egyre jobban azt tapasztalom, hogy burjánzanak ilyen tanítások, mint például a Szent Háromságnak a tagadása, az Úr Jézus áldozatának a tagadása, vagy egyáltalán az istenségének is a tagadása, és ezzel valamit kezdenünk kell, erre valamilyen módon tudnunk kell válaszolni, hogy meg ne rendüljünk a hitünkben. Legszebben a Szent Háromság tanát a Szent Atanázról elnevezett hitvallás foglalja össze, ami a Krisztus után 6. században keletkezett. Nem tudom, hogy Atanáznak a neve ismerőse a gyülekezetnek. Akkor röviden elmondanám, hogy ő alexandriai püspök volt, és az életének a legnagyobb kataklizmája az volt, hogy eljött egy pont a történelemben, amikor ő volt az egyetlen egyházi elöljáró, aki kitartott az Úr Jézus istensége mellett. Az egész egyház a római császárra hallgatva, és az ő vezetésével arra igyekezett átfordítani a teológia hajóját, hogy az Úr Jézus nem Isten, csak hasonló Istenhez. És aztán Atanáznak sikerült élete végére mégis megfékezni ezt a herezist, és visszatérni az apostoli tanításhoz. Na, neki tulajdonítják ezt a hitvallást, vagy őróla nevezték el, de nem ő a szerzője minden valószínűség szerint, hiszen halála után egy olyan 100-150 évvel fogalmazták meg. Különleges ebben a hitvallásban az, hogy az Óegyház az gyakorlatilag minden liturgián felolvasta, annyira fontosnak tartották a benne megfogalmazottakat. Aztán háttérbe szorult, és már csak Szent Háromság vasárnapján olvasták fel, majd gyakorlatilag teljesen kikopott a használatból, és a reformátorok fedezték fel újra maguknak, éppen azért, mert a reformáció idején nem csak a lelki megújulás lépett egy nagyot előre, hanem a sátán is elővett régi tévtanításokat, többek között a Szent Háromság tagadását, ugye ismerjük Szervét Mihálynak a genfi perét és az ő esetét, ő volt a Szent Háromság tagadók egyik vezér alakja, és ma is van olyan felekezet, sajnálatos módon a magyarokról nevezték el őket, az unitáriusok, mert hogy Erdélyben kaptak ők ugye vallási amnestiát, és ott szabadon gyakorolhatták a hitüket, és ezért Amerikában a legmagyarabb vallásnak az unitárius egyházat tartják, mert onnan vándoroltak ki magyar unitáriusok, aztán ők már teljesen ilyen melegházasságnak, meg minden egyébnek a zászlóvivőivé vált ez a felekezet. Mi a gyakorlati jelentősége ennek? Megkérdezték egyszer egy unitárius lelki pásztortól, hogy ha Jézus nem Isten, akkor mit kezdetek a bűnnel? Az volt rá a válasz, hogy semmit. Semmit. Nem tudunk mit kezdeni vele, mert nincs rá válság. Leginkább tagadják azt, hogy van bűn. Hallgassuk meg most ezt a hitvallást, amit Atanázról neveztek el. Elég sarkosan van megfogalmazva. Aki üdvözülni akar, mindenek előtt szükséges, hogy megtartsa az egyetemes hitet, amelyet, ha valaki éppen és sértetlenül meg nem tart, semmiképpen nem üdvözülhet. Kétség nélkül örökre elvész. Az egyetemes hit pedig ez, hogy tiszteljünk egy Istent háromságban, és háromságot az egységben, sem össze nem elegyítve a személyeket, sem külön nem választva a lényeget, mert más az Atya személye, más a Fiújé, és más a Szentléleké. De az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek egy az Istensége, egyenlő a dicsősége, egyaránt örök a fensége. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, és olyan a Szentlélek is. Teremtetlen az Atya, teremtetlen a Fiú, és teremtetlen a Szentlélek is. Végtelen az Atya, végtelen a Fiú, és végtelen a Szentlélek is. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, és örökké való a Szentlélek is. És mégis nem három örökké való, hanem egy örökké való.
amiképpen nem három teremtetlen, sem nem három végtelen, hanem egy teremtetlen és egy végtelen. Éppen így mindenható az Atya, mindenható a Fiú, és mindenható a Szentlélek is. És mégis nem három mindenható, hanem egy mindenható. Ezenképpen Isten az Atya, Isten a Fiú, és Isten a Szentlélek is. És mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Úr az Atya, Úr a Fiú, és Úr a Szentlélek is. És mégsem három az Úr, hanem egy az Úr. Mert ahogyan a keresztény igazság kötelez minket arra, hogy egyenként mindegyik szemét Istennek és Úrnak valljuk, úgy az egyetemes vallás megtiltja nekünk, hogy három Istenről vagy három Úrról beszéljünk. Az Atya senkitől sem lett, nem teremtetett, sem nem nemzetett. A Fiú az Atyától van, nem teremtetett, hanem nemzetett. A Szentlélek az Atyától és a Fiútól van, nem lett, sem nem teremtetett, sem nem nemzetett, hanem származik. Egy tehát az Atya, nem három az Atya. Egy a Fiú, nem három a Fiú, és egy a Szentlélek, nem három a Szentlélek. Ebben a háromságban semmi sincs előrébb való vagy hátrébb való, semmi sincs nagyobb vagy kisebb, hanem mind a három személy együtt örökké való és együtt egyenlő. Úgyhogy mindenben, amint már fentebb mondottuk, tisztelni kell az egységet a háromságban és a háromságot az egységben. Annak okáért, aki üdvözülni akar, így gondolkodjon a Szent Háromságról. De szükséges az örök üdvösségre, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus megtestesülését is hűségesen higgye. Annak okáért az az igaz hit, hogy higgyük és valljuk, miszerint a mi Urunk Jézus Krisztus Istennek fia, egyenlően Isten és ember, Isten, aki az Atya lényéből örök idők előtt nemzetett, és ember, aki az Anya lényegéből időben született. Tökéletes Isten, tökéletes ember, aki okos lélekből és emberi testből áll. Egyenlő az Atyával Istenség szerint, kisebb az Atyánál emberség szerint. Aki noha Isten és ember, mindazonáltal nem kettő, hanem egy Krisztus. Egy pedig nem az Istenségnek testbe való átváltozása által, hanem emberi voltának Istenbe való felvétele által. Teljesen egy, nem a lényeg összeellegyedése, hanem a személy egysége szerint. Mert ahogyan az okos lélek és a test egy ember, úgy az egy Krisztus is, Isten is, ember is. Aki szenvedett a mi üdvösségünkért, alászállott a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadott, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, ahonnan eljövendő ítélni élőket és holtakat. Az ő eljövetelekor minden ember feltámad a maga testével, és számot ad ki-ki az ő tulajdon cselekedeteiről. És akik jót cselekedtek, bemennek az örök életre, akik pedig gonoszt, az örök tűzre. Ez az egyetemes hit, amelyet aki hűségesen és erősen nem hisz, nem üdvözülhet. Könnyű nekünk, mondhatjuk, mert tőlünk okosabb, odaadóbb, az igét jobban ismerő emberek megfogalmazták mondjuk egy A4-es oldalban, hogy mit kell hinnünk ahhoz, hogy üdvösséget nyerhessünk. A magvető körön január óta a római levelet tanulmányozzuk, és nem olyan rég felmerült egy kérdés a hitből való megigazulás kapcsán, hogy na de mi az a hit akkor, amit hinnünk kell? És hogyan üdvözülhettek az ószövetségi szentek? Mert mi tudjuk, vannak hitvallásaink, vannak tanítóink, megvan nekünk a teljes szentírás. Ábrahám miben hitt? Ábrahám hogyan nyert üdvösséget? Jogos kérdések, és erre szeretnék megpróbálni választ adni röviden, Isten szent lelkét segítségül hívva. Az első kérdés, hogy miben kell hinni, hogy üdvözülhessünk,
gyönyörűen és kompaktan meg van fogalmazva Athanász hitvallásában. Ettől jobban nem tudjuk összegyűjteni, hogy mi az, ami elengedhetetlen feltétele az üdvösségnek. Nagyon fontos látnunk, hogy a keresztény hit az egy egyszerűsíthetetlenül bonyolult struktúra. Mit jelent ez a kifejezés? Képzeljünk magunk elé egy háromlábú hokedlit. Megvan? Valakinek még van is otthon biztosan. Nem olyan rég veszett ki a használatból ez az eszköz. Ez áll egy ülőrészből, három lábból, igaz? Mi történik, ha bármit kiveszünk belőle? Felborul, igen. Jó esetben magába, és nem úgy, hogy mi is rajta ülünk, rosszabb esetben velünk együtt. Na most ugyanilyen a hitünk. Bármit veszünk ki belőle, a Szent Háromságról, az Úr Jézus megtestesüléséről, a helyettes áldozatáról, a feltámadásáról, az ítéletre való visszajöveteléből, velünk együtt dől össze ez a hit. Logikátlanná, erőtlenné, olyanná válik, ami nem képes megtartani bennünket, ami nem képes motiválni az engedelmességre, mert lényeges eszköz hiányzik belőle, lényeges alkatrésze. Na mi ezt tudjuk? Mi a helyzet Ábrahámmal, a pátriárkákkal és a többi ószövetségi szenttel? Ők nem ismerték ezt a hitvallást. Azért a szükséges megjegyezni, mielőtt bárki túlzott hitvallásossággal vádolna, hogy minden hitvallás addig és csak addig érvényes, amíg összhangban áll a Szentírás tanításával. Mert fogalmaztak meg a történelem során olyan hitvallásokat, amelyek eltértek az ige tanításától, és ezek ellen aztán minden kornak az igaz hívői felemelték a szavukat. Hogyha igaz az, hogy a hitvallás addig érvényes, amíg összhangban áll az írott kijelentéssel, akkor az is igaz, hogy magában az írásban megtalálunk mindent, ami az üdvözítő hit elnyeréséhez szükséges. Hiszen a hitvallás csak összefoglalja, egyszerűsíti, egy oldalra összegyűjti a Szentírás 1200 oldalán található isteni kijelentésből, hogy mi az, ami a mi hitünknek biztonságos és szilárd alapja lehet. Ábrahám személye és az ő hitből való megigazulása azért különösen érdekes, mert úgy lett ő a hívők atya és Isten barátja. Kérdezem, hogy kiről mondja még ezt Isten, hogy az ő barátja? Eltelik Ábrahámtól Jézus Krisztusig durván 2000 év, és nem hangzik el soha többet az, hogy Isten barátja valaki. Aztán jön az Úr Jézus, kijelenti Isten teljes igazságát a tanítványoknak, és azt mondja a tanítványainak, hogy ti az én barátaim vagytok. És hiszem, hogy ez nekünk is szól. Mi, akik ma hiszünk, abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy az Úr Jézus barátai lehetünk a hitünkért. Szóval Ábrahám úgy nyerte el ezt a kitüntető címet, hogy a Szentírás lejegyzése előtt élt. Honnan tudjuk akkor, hogy ő miben hitt? Vannak olyan feltételezések, régészeti kutatások, amik azt mondják, hogy a Genezis addig megtörtént eseményeit valószínűleg agyaktáblákon lejegyezte Ádám, és továbbadta az utódainak, és ezek az agyaktáblák öröklődtek Ádámnak a hitvalló utódai között, apáról fiúra, és majd Mózes ezek alapján állítja össze a teremtés könyvét, amikor ezt lejegyzi. De ez egy elmélet. Aztán vannak olyan tanítók, őket diszpenzacionalistáknak hívjuk, akik feldarabolják az üdv történetet korszakokra, és azt hirdetik, hogy a különböző korszakokban, különböző szabályok alapján lehetett üdvözülni. Ugye, hogyha a törvény kora előtt úgymond más szabályok érvényesek, vagy az új szövetség előtt más szabályok érvényesek az üdvösségre, akkor már is ki van húzva a méregfoga ennek a kérdésnek, hogy nincsen üdvösség senki másban, hanem csak az Úr Jézus Krisztusban.
mert nem is adatott nékünk az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. Ezzel szemben a Heidelbergi KT a Biblia alapján azt fogalmazza meg az egyházról, hogy hiszem, hogy Isten fia az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igazi hit egységében magának az örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, figyeljünk, a világ kezdetétől fogva annak végéig, azt oltalmazza és fenntartja, és hiszem, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Tehát látunk három elméletet, az egyik az a feltételezés, hogy agyaktáblákon valamilyen forma szentírás, kezdemény már eljutott Ábrahámig. Látjuk a korszakos elméletet, amely szerint ilyen surranó pályán kevesebb dologban is elég lehetett hinni, mint az Úr Jézus Krisztusban. És látjuk a hitvallást, ami azt mondja, hogy ugyanabban hittek, mint mi is. Hogy tudjuk eldönteni, hogy kinek van igaza? Szavazunk? És amelyik többséget kap, az nyer? Igen. Erre jutottunk mi is a magvető körön, hogyha meg akarjuk vizsgálni az ószövetségi szentek hitét, azt az új szövetségből tudjuk megérteni. Üssük akkor fel a Bibliánkat, és nézzük meg, hogy mit mond az új szövetség arról, miben hitt Ábrahám. És nagyon örülök, hogy ez a passzus volt az imaórának a témája, mert ezzel szerettem volna én is kezdeni a magyarázatot. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Ábrahám nem abban hitt, hogy lesz fia. Nem abban hitt, hogy övé lesz a föld, hanem azt mondja, hogy várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Továbbá, egy kicsit később azt olvassuk Ábrahámról és a pátriarkákról, hogy bizonyságot tettek róla, hogy idegenek és vándorok a földön. Nem tudom, hogy Isten hogy csinálta, mert nem írja le a Szentírás. De az biztos, hogy az örök élet reménységében és abban, hogy együtt lesznek az Úrral a mennyekben, hittek. Ezt várták. Az egész életük erről tett bizonyságot. Péter apostol még tovább megy, amikor azt mondja, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentés Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő örök dicsőségről. Figyeljük meg, Péter hozzáteszi, nem csak az örök életet várták, várták az Úr Jézus Krisztus eljövetelét, az ő szenvedéseit, halálát és feltámadását. Továbbra is mondom, nem tudjuk hogyan. Nincs leírva, hogy hogyan győzte meg őket erről Isten. De hogyha megnézzük az Úr Jézus Krisztusnak a nevét, kicsit játszunk ezzel a névvel. Mit jelent ez a név? Az Úr Isten, igaz? Istennek az egyik méltóság jelzője. Itt az atanázi hitvallás, mint egy ilyen Verkli visszatér rá, hogy akkor most hány Úr, hány Isten? Ki Úr, ki Isten? Tehát Isten. A Jézus mit jelent? Szabadító, igaz? És a Krisztus felkent, igaz? Tehát a felkent, szabadító Isten, akire ők vártak. Nem gondolom, hogy tudták a nevét. De mivel beszélő neve van az Úr Jézusnak, pontosan tudták, hogy ki az, aki el fog jönni. Olyannyira tudták, hogy Dávid részletekben menően megprofétálja a keresztre feszítést. Úgyhogy még akkor fel sem találták ezt a kivégzési módot. És aztán hadd tegye fel az Úr Jézus maga a pontot az ire, Ábrahám hitével kapcsolatban, mert hogy mit mond az Úr Jézus Ábrahámról?
Azt mondja, hogy látta az én napomat, és örvendezett. Hogy csinálta? Mikor látta? Amikor elment hozzá a három ember Mamré tölgyesébe? Vagy a Mória hegyén, mikor megpróbálta feláldozni Izsákot? Vagy mikor éjszaka beszélgetett vele az Úr? Nem tudjuk. Nem is biztos, hogy szükség van rá, hogy tudjuk, hogy hogyan látta. Azt tudjuk, hogy látta, mert az Úr Jézus mondja, mert benne van a Szentírásban, és az írás fel nem bontható. Tudjuk tehát, hogy az ószövetségi szentek hittek abban, hogy alkalmatlanok az üdvösségre, hittek abban, hogy Isten maga szabadítóként el fog jönni, hogy ő fizeti ki a váltságdíjat értük, hogy ezért fel fognak támadni az örök életre, és együtt fognak majd uralkodni vele az örök dicsőségben. Annak igazolására végül, hogy ettől kevesebb nem elegendő az üdvösséghez, de ez bőven elég, szeretnék még egy embernek a megtéréséről beszélni, akit úgy szoktunk emlegetni, hogy a jobblator. Nem tudjuk, hogy miért a jobb, mert a Szentírás ugye nem jegyzi le, hogy ő melyik oldalon volt, de a bal már csak a bal sors miatt is olyan rosszul cseng, ezért ráragasztottuk, hogy a jobblator. Na hát nézzük meg ezt az embert, oda van szögezve a keresztre, levegőt alig kap, tűz rá a nap, haldoklik. Egészen biztos, hogy nem volt ideje haldoklás közben hittanulmányokat folytatni, vagy a Szentírást felütni és alaposan kutatni, hogy most akkor miben kell hinnie. Mégis, ahogyan a szenvedő Úr Jézust figyelte, eljutott a helyettes bűnhődés tanáig, mikor azt mondja a társának, hogy mi méltán szenvedünk, de ő nem cselekedett semmi hamisságot. Akkor lehetséges, hogy ő a megígért áldozat, akire az egész népünk vár, teszem fel halkan a kérdést. És felismerte a haldokló emberben a megváltó urat, a dicsőség királyát. Istennek nevezte őt, amikor úgy szólította meg, hogy Uram. Vagy próbáljuk meg héberül, hogy Adonáj, és akkor lehet, hogy jobban feltűnik, hogy miről van szó. Megvallotta a feltámadásba és az Úr Jézus győztes visszajövetelébe vetett hitét, amikor azt mondta egyik haldokló a másik haldoklónak, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Nem túléled ezt az esetet, mert meg fogsz halni, én is meg fogok halni. De tudom, hogy te fel fogsz támadni, és tudom, hogy vissza fogsz jönni uralkodni, és a te országodnak nem lesz vége. És amikor visszajössz, akkor vegyél észre engem is, hogy itt vagyok, ennyire futotta, de most akkor hiszek benned. Így a legvégén. Elég volt ez az Úr Jézusnak, testvérek? Úgy tűnik, hogy igen, mert azt mondta neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Hát, hogyha neki elég volt, akkor bátran hihetjük, hogy nekünk is elegendő, és jöjjön bármilyen régi tévtanítás vissza a divatba, ostromolja bármilyen módon a hitünket, hogyha ebben szilárdan és erősen megmaradunk, akkor minket is be fog vinni az örök dicsőségbe. Ne érjük be akkor mi sem kevesebbel, mint a tiszta, hamisítatlan és csonkítatlan egyetemes hittel, amelyet aki hűségesen és erősen nem hisz, az nem üdvözülhet. Amen.